katica bogarak jelentősége ugye a levéltetve kirtásában van, a másik az, hogy mindenféle takaró növény, minél több takaró növény, minél több virágzó növény van a területen, az annál nagyobb segítséget jelent a természetes ellenségeknek. A Nyíregyházi Egyetem tangazdaságában féléves összefüggő gyakorlaton vesznek részt a mezőgazdasági mérnök, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök hallgatók. Jelenleg 300-310 fő tanul az egyetemen, agrárszakokon, és bár ezen az egyetemen jelentős visszaesés nem volt a jelentkezésekben, de évek óta megfigyelhető, hogy csökken az agrárszakmák iránti érdeklődés. Míg 2013-ban az agrárfelsőoktatási intézményekben 3741-en jelentkeztek, tavaly már csak 3553-an választottak valamilyen agráregyetemet vagy főiskolát, idén pedig az agrárfelsőoktatásba felvételizők száma 2848 fő. Egyre komolyabb problémát okoz a mezőgazdaságban az agrárszakemberek hiánya. 10-ből 9 gazdaságban szakképzett munkaerőt keresnek, mondta el 35 perc című műsorunkban Kovács Zoltán intézetigazgató. Tény, hogy hiány van ebben a szegmensben, tehát a cégek folyamatosan keresnek minket, hogy végzett hallgatókat próbáljanak magukhoz csábítani, és aki egy picit is a szakmáját el tudja sajátítani, van affinitása, van motivációja ezen a területen, én azt gondolom, hogy ma egyáltalán nem kell attól tartson, hogy nem lesz munkahelye, és nem lesz olyan feladata, amit szívesen végezne. Tehát aki szereti az agráriumot, és szeretne ebből megélni, úgy gondolom, hogy most jó úton jár, hogyha agrárszakmára jelentkezik. A gépjármű technológiától is gyorsabb a mezőgazdasági technikai fejlődés, emelte ki az intézetigazgató a beszélgetésben, utalva arra, hogy ma már a számítógép vezérelt traktorokhoz, az önjáró gépek tervezéséhez, működtetéséhez magas szintű informatikai és mérnöki tudás kell. A Nyíregyházi Egyetem agrárszakjain a mezőgazdasági technológiai fejlődéssel is lépést tarthatnak a hallgatók, és más, specifikus szakirányokkal is megismerkedhetnek, ilyen például az ökológiai gazdálkodás.